Ugye, amikor ő pont felemelkedett ezekben az években, ugye ekkor jelentkezett a COVID, de ő például a, az állatok jóléte is foglalkoztatta. Tehát ezek, ezek ilyen, viszonylag ilyen tipikusnak mondanám Igen. Ilyen, ilyen területek. Nagyon aktív volt a politikában, tehát sokakat most utólag megdöbbentett, bevalom engem is, hogy Soros György után, Soros után már a második legnagyobb donorja lett a Demokrata Pártnak ebben a választási ciklusban. És, e Szeretetek, köszöntöm a stúdióban, Polcer István pénzügyi szakértőt. Szerbusz István. Szerbusz, köszöntöm én is a nézőket, hallgatókat. És mindig, amikor hallgatom a szignálunkat, akkor nagyon megörülök, hogy ez a téma, ez pontosan beleillik. Vastagon világnézet, vastagon keresztény szemmel kell nézni, és hát át kell látni azokon a falakon, amelyeket fölhúz például a, akár a média, vagy egyéb más ideológiák ahhoz, hogy tisztálásunk. Tehát van itt egy pénzügyi dolog, amit gondolom most már a hallgatók is tudják, hogy ez nem kimondottan az én érdeklődési köröm. Ellenben ugye a pénz összefügg nagyon sok mindennel és jelen esetben ez a hír, hogy egy pénzügyi összeomlásért egy fiatalembert, ráadásul bitcoinban, ez azért elég sokakat elért, és nagyon érdekes lenne tudni, hogy mi zajlik körülötte. Tehát én nekem föltűnt, hogy sokat emlegették a választások kapcsán egy ilyen FTX nevű valamit, amit én nem néztem akkor utána, de érdekes volt, hogy mindenkinek a kapcsolatát kérdezték, hogy, hogy, hogy akkor most szoros kapcsolódott, vagy lazán kapcsolódott, és hát itt, kap, itt, kapcsolódsz be te, hiszen ez a fiatal ember, eh, nagyon nagy összefüggésben van ezzel a, a feltételezett eh, összeesküvéssel hmm. itt az FTX-el kapcsolatban. Tehát mi ez az FTX? Igen, tehát a fiatalember Sam Bankman-Fried most 30 éves, körülbelül 100 vállalatot érint ez a csőd, ami hozzá kapcsolódik, de a legnagyobb az valóban ez az FTX, illetve van egy másik, egy Alameda Research nevű vállalkozás, ezek kriptó. Az FTX egy kriptótősde, tehát kriptóval, bitcoinnal más kriptóeszközökkel lehetett kereskedni. Viszonylag rövid pályafutása alatt egy pár év alatt, a három év alatt a harmadik legnagyobb kriptotősdévé nőtte ki magát a világon, azért ez óriási szám. Ez, ez normális egyébként a mai világban? Tehát PEP pénzügyi szemmel <laughs> hogy látod, hogy e, e mögött kell keresni valamit, vagy ez normális, hogy ma így föl tudnak futni emberek pillanatok alatt? A, a kripto esetében, főleg, hogy a kripto egy viszonylag szabályozatlan piac, utólag kiderült, hogy azért ez is vezetett részben a problémákhoz, itt, itt nagyon gyorsan lehet valóban növekedni, de a, a világon jelenleg körülbelül 18 ezer különféle kriptó és token van már, tehát ez szinte felfoghatatlan ahhoz képest, hogy van körülbelül 200 állam és körülbelül 200 deviza, tehát kriptóból már sokkal többen, és ennek azért a nagy része szemét vagy amiről soha senki nem hall vagy hallott, vagy nem is fog hallani. De sokan befektettek. Sokan befektettek, tehát viszont az, hogy egy kriptó ennyire kiugorjon egy egy kriptóvállalkozás, az azért viszonylag ritka. Tehát nagyon odafigyelnek. Ráadásul, hogy ő is azért nagyon fiatal volt, nagyon fiatalon, egy fiatal csapatot gyűjtött maga köré, Ö, emiatt nagyon sokat szerepelt a hírekben olyan Wunderkid kategória, tehát ilyen csodagyerek gyerek kategóriáként. Azért az elmúlt 10-15 év elég sok ilyet kitermelt, nem? Igen, hát az utóbbi hetekben mondják, hogy a november az nem volt egy jó hónap eddig a, ezeknek a Wunderkideknek, ugyanis éppen most született a napokban ítélet egy a, a múlt évtized egyik Wunderkidjének az ügyében. Elizabeth Holmes, ő a Teranos nevű vállalkozást hozta létre, ő már tizenéves korában indított vállalkozást. És ő... ugyanúgy öltözött, mint Steve Jobs. Ugyanúgy hasonló öltözött, mint Steve Jobs, az, az viszont a hangja volt karakteres hölgy. És, és nagyon egy teljes mennyerő. színészkedés volt az egész. Hát működő. amint kiderült, ez megdöbbentő. Megdöbben, ugye a vérvizsgálatot, a véranalizist akarta forradalmasítani, Ö, és, és, ilyen, és ufószerű <laughs> klinikákat tartott fönn, tehát <laughs> olyan ilyen hipermodern, és hát mindent elhittek neki mindenki. Megdöbbentő, hogy sokáig mindent elhittek neki, neki is ilyen sok milliárdra értékelték a vállalkozását a csúcsidőben, és aztán ez is egy, egy oknyomozó újságíró tevékenysége kapcsán nagyon gyorsan összeomlott, kiderült, hogy kamu az egész. Kamu. Tehát olyan szinten, <laughs> hogy... Nem őt kicsit ugye, kamu, hanem az egész Ez kamu. nagyon, tehát őt, ezt a hölgyet ugye most kapott 11 év <laughs> letöltendő Őt csalás, csalásért találták őt ugye, bűnösnek. A szemben Bankman Fried esetében is most folynak a vizsgálatok, és nagyon sokan azt gyanítják, hogy ez is a bíróságon fog kikötni, és könnyen lehet, hogy ő is a végén esetleg börtönbe fog kerülni. Tehát ez a wunderkind, tehát csoda gyerekség, ez, ennek van egy kifutása, meg utána egy nagy esés utána. Nagyon érdekes, most ez vicc, vagy tényleg bankmennek hívják, mint bankembernek? Ö, bankman, igen, az édesapja, tehát ő az a Bankman Fried, az édesapja és az édesanyja nevét vette fel. Mind a ketten egyébként nagy köztiszteletben álló tanárok a Stanford Egyetemen, Amerika egyik presztízs egyetemén. Ami maga, a leges, legligab, talán, nem? Hát egy, vagy egy, nem egy, tudom, hogy igen, mi a igen, híre. általában, általában, ugye Amerika Viszont már ritka olyan egyetemet áll, ami nem túl liberális. Valóban a Stanfordon is inkább liberális a, a szemlélet. Sőt, maga a fiatalemberben, mert maga ő is ott született az egyetemnek a, a kórházában, a campuson nőtt fel. Tehát ebben a, ebben a környezetben az édesanyja is nagy támogatója a Demokrata Pártnak. Amint említettem, köztiszteltben álló professzorok jogi területen tevékenykednek mind a ketten a szülők, sőt, valamilyen módon a vállalkozásban is részt vettek, talán inkább elsősorban az édesapa. Ráadásul most már olyan problémák is vannak, amint kiderült, hogy azért ezt a, a vállalkozást, illetve a vállalkozásait ez a fiatalember úgy tűnik, hogy félig meddig azért ilyen saját területeként, kicsit házi pénztárként is kezelte, kiderült, hogy nagyon sok pénzt, dollár, tízmilliókat, 10 százmilliókat költöttek ingatlanokra, például a Bahamákon, a cégnek is az egyik központja egy, egy bahamai penthouse, egy, egy öt hálószobás hatalmas óceán óceára nyíló volt. De saját volt. maguknak azért mondod, vagy pedig. Ezek a dolgok nekem úgy tűnik, hogy kicsit így összefolytak. Tehát most így a szülők kapcsán merült fel, a szülőknek is van egy ilyen ingatlanuk, és ott most megkérdezték, hogy ez milyen pénzekből származik. A szülők állítólag vissza akarják adni ezt az ingatlan, tehát úgy tűnik, valószínűleg ez is akkor az FTX vagyonából. Tehát, ö... tehát ö, 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 ezt, ezt, ezt a pénznemet említették FTX-nek, és a fiatalembert pedig SD. SBF-nek. Nyilván ő, Amerikában ez, nagyon igen. szeretik ugye a rövidítéseket. Ez, ez <coughs> BF, ugye a Sam Bankman fried ugye, a, ugye ez egy viszonylag hosszabb név, ezt akkor nagyon könnyen szokták ezeket ilyen betűkkel betűk oda rövidíteni. Az FTX az maga a tőzsde vállalkozásának a, a neve volt, vagy hát még ugye ez a tőzsde ma is létezik. Ez viszonylag gyorsan, tehát november elén jöttek ki hírek, hogy, hogy furcsa a mérlege az egyik cégnek, tehát hogy nagyon túl nagyok az összefonódások, és nem igazán tiszták, nem igazán világosak ezek az összefonódások a cégcsoporton belül és aztán egy pár napon belül bekövetkezett a teljes összeomlás. Tehát úgy tudom, hogy a Forbesnál ő tartja a rekordot, hogy egy napon belüli legnagyobb értékvesztés, vagyonvesztés terén. És hogy lehet elveszíteni azt, ami nincs is? Tehát, hogy nem nem kézzel foglalkozik. E, igen, ez, na, hát pont igen, itt, itt azért ezek a, ugye itt, itt dollármilliárdokról van szó, amikor ilyen cégértékekről beszélünk, sajnos itt is kiderült, hogy ez dufi volt. Tehát, hogy e a cég mögött nincs akkora érték, mint a befektetők gondolták. Róla. Tehát a csúcson, ami azért nem volt olyan túl messze, ezt körülbelül 30 milliárd dollárra értékelték a, a céget, vagy, vagy még a fölött valamennyire. Neki volt ugye a legnagyobb részesedés, ő volt a meghatározó tulajdonos a cégben, így volt neki 16, illetve 24 milliárd dollár körül becsülték a, a vagyonát a csúcson. Ezzel ő a világ 50 leggazdagabb embere között Ezért volt. Is került 30 a éves korában, igen. És ezt egyébként, hogyha nincsen összeomlás, azért ezt nem, szem, nem, nem. szembetűnő, hogy valaki 30 éves korában. Rára, ilyen gyorsan felfut. Tehát ő, ő egy nyilván nagyon szembetűnő. Szerintem ő nagyon zseniálisan értett meg, 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 érzett rá dolgokra. Nyilván azért volt neki egy, egy, remek örökség vélhetően a szülők részéről is, tehát egy nagyon intelligens valakiről beszélünk, nagyon jól eligazodott ebben a modern világban. A, egy -ke gyerek egyébként? Ő, ő, van neki testvére, van testvére is, van testvére is, bár most nyilván ő van, a, ő van abszolút a középpontban. <kül> Nagyon jól használta a celebeket, influencereket, politikusokat. Tehát akkor mindig a pénz mellé szeretnek csapódni a celebek is Itt, itt azért annyit ez hozzá, most ezt a vonalat gyakorlatilag naponta jönnek ki hírek, tehát emiatt ez egy nagyon foglalkoztatja az amerikai sajtót. Itt van politikai szál, itt van rejtély, itt van furcsa romantikus szálak, az ukrán háborúhoz kapcsolódó szál is van. Tehát itt, itt nagyjából szinte mindent megtel az ember. Úgy tűnik, hogy hogy egy, egy filozófia nagyon foglalkoztatta őt is, és többek, több fiatalt a csapatból, a vezetőségből ez a, az effektív altruizmus, tehát a hatékony jótékonyság, a hatékony jótevés, tehát őnek is volt, úgy tűnik, egy küldetés tudata, és, és ez a hatékony jótékonyság, ez arra is fókuszál, hogy minél több pénzed van, annál többet tudsz segíteni az emberiséged. Tehát ez, ez ő, amúgy nem hangzana rosszul. Amúgy nem, itt, itt esetleg azt kérdőjelezik meg, hogy mennyire szentesíti a cél, az eszköz, tehát hát hogy, hogy a pénzszerzés, vagy akár esetleg ez is, hogy ő minél többet tudja jótékonykodni, mert ez, ez neki nyilvánvaló célja volt. Tehát így átesett el hogy, hogy azt a el utolsóra, vagy esetleg. Pára most felteszik azt a kérdést, hogy nem -e ez is közre abban, hogy iszonyú nagy kockázatokat vállalt, ennyire lazán kezelte a pénzügyeket, hogy minél gyorsabban, minél több pénzt, minél nagyobb értékű birodalmat tudjon felépíteni, amelyből aztán ő minél többet tudna jótékonykodni. Na most akkor ugye a következő kérdés, merre felé, milyen témában hát. szeretett volna jótékonykodni? Több, Mi számított neki jótékonyságnak. Voltak, nyilvánvalóan ami most azért egy, egy sláger téma, tehát a klímaváltozás szerepelt például a a céljai körzött, de. És ezt a... mit pénzzel, hogy lehet megváltoztatni a klímát? Hát nyilván olyan, olyan projekteket finanszírozni, amelyek, amelyek valamilyen módon a zöldítés irányába. Hát, hatnak akár ez, de, de nyilván akár ennél vannak jóval bonyolultabb, szofisztikáltabb dolgok is. De ő például a COVID-terén kimondottan aktív volt, tehát a, az ilyen pandémiák, pandémiák megfékezése kapcsán, sőt. De ezt hallottuk már ugye a, a másik Félig A is például Igen, Félig meddig ez, ez bebukott milliárdostól igen. Igen. Most nyilván lehet, hogy ő is azért viszonylag fiatalon, ugye, amikor ő pont felemelkedett ezekben az években, ugye ekkor jelentkezett a COVID, de ő például a, az állatok jóléte is foglalkoztatta. Tehát ezek ezek ilyen biztonaktán ilyen tipikusnak mondanám Igen. ilyen, ilyen területek. Nagyon aktív volt a politikában, tehát sokakat most utólag megdöbbentett, bevalom engem is, hogy Soros György után, Soros után már a második legnagyobb donorja lett a demokrata pártnak ebben a választási ciklusban. E egyébként ez mennyire illik bele a sorba, tehát azért Bill is <laughs> úgy tudom, de most nem tudom, hogy mindegyik ilyen gyors milliárdos, végül is eljutunk-e a politikáig mindegyik esetében? Hát egyébként nyilván itt nagyon sok minden van. Most a választás kapcsán analizálják, hogy eleve a fiatalok, az égeneráció, generáció aztán Igen. sokkal inkább, sokkal liberálisabb, sokkal nyitottabb ezek felé a talán a konzervatívok számára a kicsit extrémnek tűnő ideológiák felé is. Illetve neki, amit említettem, a családi háttere, tehát neki az édesanyja is demokrata párti donor, a nagynénikéje édesanyjának a testvére, aki szintén egy köztiszteletben álló személyiség, az egyik amerikai egyetemen, ő volt az első női dékán. ő például jelenleg is a, úgy tudom a világgazdasági fórum egyik bizottságának a, a társelnöke. Tehát azért itt egy, itt egy azért beágyazott családról van már, már szó, hogy így fogalmazzunk. De ez nagyon érdekes valóban a pénznek és a politikának. Tehát ugye szeretnénk a demokráciát annak hinni, hogy a választók döntik el, hogy kinek szavaznak bizalmat. A pénz esetében viszont ugye nem a sorsuk feletti irányítást akarják átadni a pénzükkel, és mégis a végén aztán összefügg az, hogy kinek van több pénze, az fogja befolyásolni a politikát. Ez azért ez egy antidemokratikus vonalat indíthat el. Igen, hát ez egy, egy, egy nagyon bonyolult kérdés, meg önmagában erről valószínűleg külön lehetne beszélni. A politikában írtózatos mennyiségű pénz áramlik. Nyilván ez a pénzzel látos, a médián igen. keresztül, tehát folyik a harc a szavazatokért, folyik a harc a, a hatalomért Ez egyértelmű, szembenkben Fried is ebből, ebből már nagyon fiatalon kivette a részét. látszik, hogy őt azért bizonyos ilyen küldetés-küldetés tudat vezérelte, Amint említettem, érdekes, hogy most azért nagyon sok celeb, celebritás, alistások, tehát, tehát igen ismert emberek kerültek forró vízbe, hogy így fogalmazzak, legnagyobb, sport sporthírességeket használt a kriptójának a népszerűsítésére, tehát őket font be a kampányába. Tom Brady, ugye a legenda, NFL legnagyobb mai ma élő játékos, a felesége, a, a brazil szupermodell, ők is, van egy reklámos, már nyilván ez... Akik most várnak. Akik sajnos most várnak, pont ez a vitriol tárgyát képezi egy, egy körülbelül egy évvel ezelőtti reklám, amikor Giselle és Tom összebeszélnek, hallják, hogy milyen fantasztikus dolog az FTX, és a reklámban ugye Tom Brady végighívja az összes barátját, hogy be, bevegye őket a buliba, egy és a végén... Tipikus MLM módszer. Mindenki beszáll a kriptóba a végén, és nyilván ez, ez egy jó pofa reklám egyébként, Viszont most nézik, hogy ugye a kriptó összeomlott, a házasságuk összeomlott, Tom Bradynek sem egy túl jól ez a szezon, tehát hogy ez most nem Tom Brady éve úgy tűnik, de nem csak ő, de egyébként a Forma egyben is, akár a Mercedes csapatán is szerepelt az FTX, tehát ilyen kötődés is van belül. Elsősorban Amerikára fókuszált, Amerikában erősítette nagyon pozíciót. A Miami Heat az, az, egyik legnagyobb amerikai kosárcsapatnak a stadionját róla nevezték el. Tehát ő nagyon gyorsan, nagyon hatékonyan használt szinte minden oldalról a társadalmat, bombás az üzeneteivel, hogy egy, egy hatékony, biztos, ugye ez a biztonság is egy kulcs szó volt nála, hogy egy olyan tőzsdét üzemeltet, ahol a, az emberek, ha nem is értenek a kriptóhoz, de biztonságosan tudnak adni, venni. Hát ez most hát teljesen ö, összeomlott. Igen, ezt is hallottuk már, nem a, a Murdoff-nak hívták, ugye Berni. Mördof, igen. igen. A, hát most igen, egyébként valaki az. Ő annyira biztosnak mondta, és ott is állistás személyek fektettek be, és olyan hirtelen omlott össze és még amit mondtál, hogy nagyon küldetéstudata van, tehát lehet, hogy a, a Medoknak még nem volt ilyen küldetéstudata, tudata mm. ellenben a Soros Györgyöt említetted, akkor ezek szerint vannak követői az égenerációban is. Nem fog ez a fajta hozzáállás kihalni egy hamar. Ő semmiképpen sem, bár azt nem tudom, vagy abban egyáltalán nem vagyok biztos, hogy ő mondjuk Sorost példaképnek tekinti -e, Ő nyilván mm -hmm. ő a saját útját járja, már ehhez megvan Csak meg... mi vonjuk a párhuzamot, mert látjuk a nyilván. Vagy nyilván ebből a, erről az oldalról látszik a párhuzam, bár, bár van például egy ikonikus kép, ahol ő egy, egy Bahamai konferencián, amit úgy tudom, hogy ő is részt vett a szervezésében, kriptokonferencián, ő rövidnadrágban, pólóban talán ül mellette öltönyben, Bill Clinton mellett öltönyben, Tony Blair és beszélgetnek a, a kriptó jövőjéről a kriptóról akkor e ez ugyanaz tehát a, a, kör, mint amiben igen, ő, is Látszik, benne hogy van. azért ő a politikusokat is, is, próbálta, tehát ő minden téren nagyon ügyesen tevékenykedett. Van egy, van egy pár másodperces klip, ami most szintén már egy furcsa jelentőséget kap. Maxim Waters, egy, egy, amerikai, már 80 év fölötti kongresszusi képviselőnő, egy, egy meghallgatás vagy egy tárgyalás után, amikor mennek ki a felek, egy, egy sókot dob, úgy tűnik, szemben Fried felé. És ez az a hölgy, aki felelős a, pénz, a pénzpiaci, a pénzügyi szolgáltatások felügyeletéért, tehát ők már be is jelentették, hogy vizsgálni fogják, hogy mi történt az FTX-szel. Most felmerül a kérdés, hogy mennyire tud ez a hölgy esetleg pártatlan lenni, aki, akinek már úgy tűnik, hogy volt egy korábbi kapcsolat, vagy pozitív beállítottsága. Pont ez lett volna a következő kérdésem, hogy azok a politikusok, akik támogatták, elfogadtak tőle, befogadták a köreikbe, hogyha mondjuk bírósági tárgyalásra kerül a sor velük, vajon mi lesz, meddig érnek el ezek a szállók. Nyilván, gyanítom, hogy azért. Vagy a... Mindenki felemeli a kezét, és azt mondja, hogy jó, de hát mi nem tudtuk. Azt hiszem, hogy pont ezt a hölgyet meg is kérdezték, hogy ő is kapott adományokat, ő, ő nagyjából feltette a kezét. Volt olyan politikus, vannak olyan politikus most azért elég nagy a nyomás, akik azt mondják, hogy ők visszaadják ezeket a pénzeket. Nyilván ez annyira. De mondani lehet, ugye most benne volt ez az ember féle perbe hmm. is, a, a Johnny Deppel, amit szintén elég nagy port föl, és ő is azt mondta, hogy azt a pénz pénztő oda és a Per egyik része volt, hogy mondani mondta, de nem ajándékozta oda. Hát igen, ezt majd meglátjuk. Most nyilván most minden politikus próbál elhatárolódni, ez annyira egy, egy toxikus névlet hirden, illetve uh -huh. amit derülnek ki, annál egyre hajmeresztőbb történetek itt szinte minden minden irányban, tehát most mindenki azért próbál elhatárolni, elhatárolódni ettől a fiatalembertől. De valóban el fognak indulni a vizsgálatok, akit átmenetileg kineveztek a cégcsoport élére, ő részt vett korábban az Enron csődje kapcsán is a, a felszámolásban. Az Enron is egy ott, ott egy hatalmas csalás volt. Körülbelül két Igen. évtizeddel ezelőtt, talán még emlékeznek egy páron nevére, egy, egy ilyen energia kereskedő cégről van szó. Ez az illető, aki az Enront is ismerte, azt mondta, hogy ő még életében nem látott ilyen pénzügyi fegyelmezetlenséget ilyen megbízhatatlanságot, mint amit ennél a cégnél tapasztal. Tehát Igen. valószínűleg lesznek még csontvázak, itt több milliárd dollárról van szó, amely beragadt ügyfélpénz. Úgy tűnik, hogy legalább egy millió ügyfél van, aki károsult lehet. És vannak igen nagy ügyfelek is, tehát vannak olyan ügyfelek, akik 100 millió vagy több 100 millió dollárra ragadhattak esetlegben. Tehát akkor nem egyedül fog csődbe <hül> menni? Hát illetve az ő csődje nagyon sok mindenkit fog sajnos ugye érinteni. Egyébként ez a csőd hozzájárult hozzá, nyilván ez, ez okozta az is, hogy a bitcoinnak is jelentősen beszakadt az árfolyama ezekben a napokban, és nem is tért azóta sem magához. Tehát a bitcoin továbbra is létezik, ez csak egyik valutája hát. volt, ez, most... Igen ez, igen, ez, tulajdonképpen ez egy kriptotősde volt, tehát ez nem direktben nincs, se, direktben gyakorlatilag semmi köze a bitcoinhoz, de nyilván amikor a kriptó oldaláról nagyon rossz hírek jönnek, az az egész kriptopiacot, és nyilván ezáltal a bitcoint is befolyásolja. Tehát akkor ez egy valóságos piac továbbra is, csak vannak ez, benne ilyen résztvevők, ugyanúgy, mint mondjuk egy normális bankrendszer. Egy valóságos rendszer, piac, bár sokan igen. vitatják, és itt azért én sem mernék azon foglalni, hogy ez, ez, az egész piac egy lufi, vagy milyen hozzáadott értéke van, de ez a piac azért ezért létezik, nyilván ez is nagymértékben arra a hitre alapul, hogy ennek a kriptónak van-e jövője, vagy lesz-e jövője. Most azért ezt sokan kutatják, vagy kérdezik, Igen. hogy milyen jövője van, vagy lesz. Hogyan tudott ennyire gyorsan, mi történt, hogy így bedölt? Ö Hát a, a bedőlés az, igen, a bedőlés az valóban viszonylag gyorsan jött. Amint említettem, azt, hogy ezt a birodalmat ilyen gyorsan építette fel. Tehát úgy tűnik, neki is úgy tűnik azért jó koncepciója volt, jó kapcsolatai voltak, jó meglátásai voltak. Nagyon hatékonyan használta ezeket az ismert embereket, rajtuk keresztül nagyon gyorsan tudta a, a cégét reklámozni, a cégét megismertetni. Ő sok fiatalal vette körbe magát hozzá hasonló gondolkodásúval. Ezt a bahamai központot is tíz hasonlókorú fiatal osztotta meg. Ezt a bahamai penthouse-t, ahonnan vezérelték a, a cég, illetve a cég Tehát ezek mindig a ilyen a... kommunákban működnek egyébként? Egyébként itt Most konkrétan fel is merült, <coughs> hogy a, a, ennek az egyik cégének a vezetője egy 28 éves hölgy, Caroline Ellison, akivel romantikus kapcsolatban volt Bankman mm. Fried hogy ez a hölgy állítólag posztolt ilyen poliamor kapcsolatokról is az ezekben, ezen a területen szerzett tapasztalatairól. Tehát nem csak támogatták, gyakorolták és is ezt a Elképzelhető, a bár nyilv, itt most ezzel kapcsolatban vannak hírek, ezt azért nem igazán lehetett most ugye pontosan alátámasztani, de mindenképpen itt nagyon sok érdekes dolog van, amit majd a következő hetekben, hónapokban ki fog pontosabban derülni. Tehát azért az ideológia Ide. mögötte a politikán túl is elég sokat mondó. Az ideológia nagyon fiatalok voltak, ez a hölgy is egy pár év tapasztalattal, de ugye Bankman Friednek se volt túl sok tapasztalata, nagyon gyorsan kerültek vezető pozícióba. Látszik, hogy, hogy egyszerre szerettek volna nagyon sok pénzt, hatalmat, és nyilván ezt közben persze jóra is szerették volna használni, de nem volt megokvetlenül az a, az a gazdasági, pénzügyi tudás fegyelem, ami, ami azért ilyen méretű vállalatoknál minimum követelmény lenne és mi a jövő? Szerinted továbbra is lesznek ilyen felfutások, mert most, mintha azoknak állna az ászló, akik így akarnak pénzt szerezni és elkölteni. Hát ennél a területnél, ami óriási probléma, hogy ez nem egy túl erősen szabályozott terület. Egyre nagyobb a nyomás, hogy ezt a területet szabályozzák, pont az ilyen problémák, csalások, visszaélések, csődök, beomlások elkerülése véget. Itt is például ezeket a celebeket is már perelik, tehát itt, itt azért a kisbefektetők, akik elveszítették a pénzüket, nyilván megragadnak minden lehetőséget. Egyre nagyobb Nyomás, hogy, hogy beintegrálják a, a kriptóterületet is, illetve a másik vonal, hogy aminek úgy tűnik, hogy még biztosabb jövője lehet, azok pedig a jegybanki, digitális jegybankpénzek. Tehát gyakorlatilag az összes jegybank köztük a Magyar Jegybank, az MNB is már folytat a háttérben előkészítést, kísérleteket, készül arra, hogy, hogy bevezessenek ilyen digitális jegybankpénzeket, ami esetleg majd kiválthatja, vagy elképzelő teljes mértékben ki is fogja váltani, vagy ki fogja szorítani a kriptót a jövőben. De nyilván ezek azért még óriási kérdőjelek, hogy mi Igen. Lesz. Tehát akkor a bedőlést mégiscsak valamiféle ellenőrzés okozta. Illetve valamilyen módon az ellenőrzés hiánya, tehát itt kiszivárgott egy, kiszivárgott egy, egy, pénzügyi kimutatás, amit, amit az egyik ilyen kriptóportál megszelőztetett, és ez indított el a lavinát. De gyakorlatilag ez egy pár nap alatt kivégezte ezt a, ezt a céget. Tehát látszik, hogy abszolút semmiféle pénzügyi fegyelem vagy kontroll nem, nem igazán működött ebben a cégcsoportban. Nagyon érdekes sztori, olyan, mintha a történelmet most írnák, vagy egy nagy regényt, itt ugye van, most kezdtek volna. Kicsit sajnálom is, hogy most jelen pillanatban csak ennyi időnk van rá, de legalább belepillanthattam én is, és talán a hallgatóknak az segít, hogy nem vagyok ebben otthonos, és lehet, hogy nem mindenki az, ezért a kérdéseim inkább arra vonatkoztak, hogy érthetővé tegyük. Mm. És hát most elfogadom azt, hogy egy nagy része érthetetlen ennek. Vagy nem tudom, hogy te vagy De Lehet, látod. hogy még többet kell vele ilyen témákról beszélni, bár én úgy látom, hogy most is a közvéleményt nem is okvetem, hogy csak önmagában a kriptó, hanem ez a nagyon szerte ágazó, nagyon érdekes politikával, igen. amit említettem, az ukrajnai háborúval erről nem is Azt még nem be. is mondtad, igen. Igen, tehát itt annyi, annyi kapcsolódás van, ráadásul egy fiatal ember, egy szuperzseni. Tehát inkább ez mozgatja meg most a közvélemény fantáziát. Tehát Amerikában gyakorlatilag naponta jönnek a hírek ezzel a cégcsoporttal, De komoly kapcsolata van a ukrán háborúval? Vagy így Mandinerből elért oda is annak a pénzzel Hát annyi történt, hogy valóban az ukrán háború kapcsán felmerült, hogy kriptóban is küldjenek adományokat, és akkor ő jelentkezett, hogy ő segít kriptó adományokat eljuttatni Ukrajna felé. Most viszont azóta már elég sok összeesküvés elmélet is felmerült, hogy mi történhetett a pénzekkel, visszaszivároghatott ezeknek a pénzeknek egy része akár pont politikusokhoz. Erre most egyre semmiféle bizonyíték nincs, csak nagyon sok érdekes szál uh -huh. merült fel. Tehát látszik, hogy ez a fiatalember iszonyú aktívan élt, nagyon sok mindennel foglalkozott, és pont emiatt is rázott meg most ennyi mindenkit ez a, ezek Igen. az események, ez a csőd, ez a hirtelen bukás. Igen. Nagyon érdekes volt, nagyon köszönöm Polcer Istvánnak, hogy befáradt, és ezt megosztotta velünk. Nagyon köszönöm a beszélgetést. Köszönöm én is.